Tolvaj Reni, még egy kör, bikini. Csak néhány azon fellépők közül, akik szeptember 16-án kerületünkbe látogattak. Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. Mai adásunkban a Rákosmenti Európai Autómentes Nap színpadi műsoraira tekintünk vissza, melynek során megtudhatják többek között, hogyan telt a fellépők idei nyara, és mik a jövőbeli terveik. Ezt követően Salamon György festőművész kiállítására látogatunk el. Végül újra játszhatnak majd kvízjátékunkkal, amellyel értékes páros belépőket nyerhetnek. Tartsanak velünk! Szeptember 16-án a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és Rákosmente Önkormányzata szervezésében megvalósult Európai Autómentes Nap, a már megszokott módon egy egész napos programsorozattal várta az érdeklődőket. A lezárt Ferihegyi úton a nap folyamán egymást követték a jobbnál jobb színpadi műsorok. A következő percekben ezek összefoglalóját láthatják. Szeptember 16-a és 22-e között 16. alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitás Hetet, melynek célja idén is a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése volt. Európa legnagyobb közlekedési környezetvédelmi kampánya évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon. Rákosmente ismét csatlakozott a programhoz, és ez alkalomból a hagyományokhoz híven újra színes programokkal várta az érdeklődőket szeptember 16-án a lezárt Ferihegyi úton. A Vigyázó Sándor Művelődési Ház és Rákosmente Önkormányzatának szervezésében megvalósult rendezvényen a látogatók kipróbálhattak különböző térjátékokat, lovagolhattak és megismerkedhettek különleges járművekkel is. Részt vehettek továbbá egy kutyás bemutatón a Rákosmenti Kutya Kiképző Iskola Egyesület jóvoltából, valamint felkereshették a különböző 17. kerületi kulturális, szociális és közintézmények, egyházak és civil szervezetek sátrait. A színpadon pedig délelőtt 10 órától egészen 22 óráig követték egymást a jobbnál jobb műsorok a meghívott előadók fellépései mentén. Elsőként a Buborék Együttes várta az érdeklődőket gyermekkoncertjével. A zenekar sokszínű, minőségi élőzenét játszott a közönség aprajának nagy örömére. 2005-ben alakult a Buborék Együttes, igazából mi előtte felnőtt zenekar voltunk, tehát rengeteg felnőtt rendezvényen játszottunk, és nekem volt egy nagy álmom, egy ilyen gyerekzenekar, és az akkori kollégáim közül a kerékgyártó Laci barátom, ő csatlakozott mindjárt ehhez a az ötlethez, aztán a Morvai Gábor is csatlakozott, a többiek azóta már más úton járnak, ők ketten azok, akikkel együtt dolgozunk a mai napig is, a többiek pedig folyamatosan érkeztek a zenekarba, ahogy bővült a létszám, hiszen nekem volt nagy álmom, hogy élő zenekarban zenélhessünk, gyerekeknek is minőségi élőzenét nyújtsunk, és Dornai József csatlakozott a zenekarhoz, Adamec József és Kocsis Olivér, ő a zenekarnak a legfiatalabb tagja most. És miért volt ez az ön nagy álma, miért szeret a gyerekeknek játszani? Nekem ez nagy kihívás volt. Én azt gondolom, hogy a felnőtteknek sokkal egyszerűbb játszani, mint a gyerekeknek, és próbáltam egy olyan kihívást keresni magamnak, ami hosszú távon ad nekem feladatot. És miután én írom a zenekarnak a szövegeit leginkább, ezért úgy gondoltam, hogy megmutatom ezt a kollégáimnak, nézzék meg, milyen verseket írogattam. Időközben megszületett a kisfiam, aki meg még inkább inspirált, hogy ebbe az irányba menjünk el. És váratlanul kaptunk egy gyerek fellépést, még akkor az élő zenekarral, akivel akkor dolgoztam, és az annyira jól sikerült, és utána azt mondtam, hogy ez egy akkora kihívás, egy akkora lehetőség nekem, hogy kipróbáljam magam gyerekek körében, és utána lényegében ez az álom, ez folyamatosan megvalósulni látszott, és most ebben az irányban haladunk. Ott egy kis madár repül, és a nap süt legfelül.
nagyon sokféle stílusban játszik a zenekar, hála a zeneszerzőnek, Kerék Gyertó Lászlónak, hiszen van nekünk rock and rolltól elkezdve a twisten át mindenféle stílusú zenénk, és az a cél, hogy ezt még inkább bővítsük a repertoárt. Javarészt rockerekből áll a zenekar rajtam kívül, úgyhogy nem csodálkoznék, ha egy nagyon klassz rock számunk is lenne hamarosan. Kedves virág, fickó, nem vitás, mindig jó a kedve. Körülvezni őt a somgyerek, virában nevetve. Velük együtt játsz is, hogyha kell, önfeledten táncol. Mosolyog, ha meglát átölel, bárikor és bárhol. A színpad következő fellépői a rákosmenti sportcsoportok és egyesületek voltak. Többek között a Pixie Dance TS-e, a Starlight Dance Company és az ACDP kapuéra csoport mutatkozott be növendékeivel, arra biztatva a közönség tagjait, hogy próbálják ki ezeket a sportágakat és csatlakozzanak csoportjaikhoz. Stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. The new back shot. One foot out, the cocky step up in a dot. Choppy and a bubble and a sit down and squat. Marcus doggy style, baba back shot. Bumper jump on a back and it a thump. It a thump me a bubble and a shake up me rump. Shake me rump, watch me a skin out. Me fat clump, fat clump. Me a wine pan a beat and it a thump. A folytatásban szintén a táncé volt a főszerep, a Botafogó táncegyüttes vonultatta fel kiválóságait. Az együttes már több mint 30 éve létezik, 32-33, utána kéne számolni. Az alapkoncepció az volt, hogy a társas táncok közül különösen a verseny részét erősítsük és kivitelezzük a történetnek. Elsősorban az elején standard és latin-amerikai táncokkal foglalkozott az együttes, aztán bejött a képbe a formációs táncolás, amikor ugye sokan együtt, és akkor az egyik kedvenc része, amit csinálunk, az a színházi produkció. Ez a mai műsor hogyan állt össze, kinek az ötlete alapján követték egymást a bemutató? Hát alapvetően a műsort most én raktam össze, mert az volt a kérés, hogy egy picit több mindent mutassunk meg, és akkor igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kisebbek, nagyobbak, tehát hogy a 8 évestől az idősebbekig mindenki megmutassa magát, illetve hogy több műfajban standard, latin-amerikai, showtánc, színházi darabból kivett részletek, formáció, tehát hogy mindenből adjunk egy pici ízelítőt. Erre törekedtünk, reméljük sikerült. És az idei nyarat hogyan értékelik, hogyan sikerült fellépések, versenyek szempontjából? Nagyon-nagyon eredményes első fél évet zártunk a versenyzők vonatkozásában. Tehát nagyon büszkék vagyunk itt a gyerekekre, felnőttekre, mert gyakorlatilag az összes versenyzőnk
szinte kivétel nélkül minden versenyen döntőbe, és legtöbbször dobogon, és nagyon sokszor a legtetején végeztek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Tehát az első fél év verseny eredmények szempontjából nagyon jól sikerült, fellépések azok általában szoktuk szeretni, úgyhogy jó visszajelzéseket szoktunk kapni. Egyet-kettőt, hogyha ki lehetne ragadni, hogy melyik volt a legnagyobb élmény az idei fél évben? Hát nem is tudom most így hirtelen. Talán a márciusi területi bajnokság, a Budapest bajnokságon elért eredményünkre vagyunk talán most így a legbüszkébbek. Gyakorlatilag az összes táncosunk, aki elindult a saját kategóriájába, a döntőbe táncolt, és ott is nagyon szépen teljesítettek. Illetve hát nyáron van egy lehetőség így általunk Korfun vendégszerepelni 2-3 hetes turnusokban a gyerekeknek, ott is minden este fellépnek és táncolnak, és ott is nagyon-nagyon nagy sikere volt mindenkinek, aki megfordult az idén nyáron Korfun. Nagyon szeretjük ezeket a fellépéseket is, mi ezt is nagyon pozitívan éltük meg, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ide is jöhettünk. Főleg, hogy mi kerületi lakosok vagyunk. Igen, köszönjük szépen. És önöknek mi adja mindig ezt a kitörő lendületet? Hát az a szeretet, amit kapunk a gyerekektől, meg a szülőktől. Az... És a tánc. Hát maga a tánc, igen. Úgyhogy jöjjön mindenki. Egyébként tánc fiatalít. Tényleg fiatalít. Van szenior csoportunk, tehát hogy ilyen 40-50 közöttiek versenyeznek formációban, és van olyan tánciskolák, ahol már több unokás, nagymamák, nagypapák táncolnak évek óta, és ők is nagyon élvezik, és nagyon szeretik. Jelen pillanatban a 18. kerület a fő hadiszállásunk. Gyakorlatilag ott is kezdett az egyesület, és a mai napig ott van a központunk. Bárki jelentkezhet, aki szeretne ezzel a műfajjal megismerkedni. A 9-től a 99-ig fogadunk bárkit szeretettel. Legegyszerűbb minket elérni vagy a Facebookon, vagy pedig az egyesületnek a honlapján. Ott van minden elérhetőségünk, és nagyon szívesen állunk az érdeklődőknek a rendelkezésére. Ezt követően a 2010-es Megasztár győztes Tolvaj Reni koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. Hogy telt az idei nyár fellépések szempontjából, milyen élményekkel, tapasztalatokkal lettél gazdagabb? Hát az idei nyár szerintem a legerősebb volt így az összes nyár közül. Nagyon-nagyon sokat mentem fellépni, mert szerintem nincs olyan hely, ahol még nem fordultam meg és nem énekeltem. Szóval nagyon-nagyon dús volt. Ugye kijött az új dalom együtt az Andrissal, most készítem a következőt, szóval folyamatos munka van, videoklipet is forgattunk, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen jól fogadták az emberek, és hogy ennyire szeretik ezt az új dalomat, a Szét. Nem is tudom, igazából olyan sokat megyek fellépni, és olyan sokat utazom, hogy van, amikor így elfelejtem, hogy hol voltam 2 hete, és mindig így vissza kell néznem az interneten. Szóval remélem, hogy az jövő nyár is ilyen erős lesz, jövő év is, mert ez nagyon-nagyon jó volt. Volt esetleg olyan buli vagy fesztivál koncert, ami a legkiemelkedő volt és a legjobb élmény? Nekem mindegyik ugyanolyan kedves, mindegyik fellépés, mert mindenhol más emberekkel találkozom, és így összeadódik a szeretet mindenhonnan, és ez nekem nagyon-nagyon jól esik. Talán amire így nagyon kedvesen emlékszem, az voltam egy olyan esküvőn, ahol ilyen csodálatos, ilyen álomesküvő volt az egész, és Celine Diontól a Titanic dalt kellett énekelnem, és még életemben nem izgultam ennyire, mert én még azt a dalt nem énekeltem, és azon gondolkoztam, hogy mekkora nagy élmény számomra, hogy egy esküvőn engem választanak ki, hogy én énekeljem el azt a dalt, amikor elkezdik vágni a tortát. És ez annyira izgultam, hogy nem tudom, szerintem el is rontottam a dalt, vagy valami volt, de ez így nagyon megmaradt, hogy olyan csodálatos érzés volt, ilyen tűzijáték volt körülöttem, nagyon jó volt. Az emberek szeretete az a leginspirálóbb és legmotiválóbb, hogy ezt így folytassa az ember, mert hogyha az nem lenne, akkor igazából énekelhettek én magamnak, csak hát az is jó, csak sokkal jobb kifele adni a szeretetet. Meg hát ugye amikor nagyon sokat utazom, nagyon sokat nézek kifele a kocsiból, és látom a tájakat, és az is nagyon-nagyon inspiráló.
És említetted, hogy folyamatosan új dalokon dolgozol, egy kicsit, hogyha belepillanthatunk, mondjál róla pár szót. Annyit elárulhatok, hogy most valami nagyon bulis dalt akarok, mert az utóbbi dalok azok inkább ilyen melankólikusabb, szerelmesek voltak, és most egy kicsit ilyen keményebb, bulizósat akarok most télre. Az esti buli a 17. kerületbe hazatérő még egy körműsorával vette kezdetét. A mostani repertoárban olyan nagy meglepő dolgok nem lesznek, hát pont ezért, mert olyan sokat nem sikerült próbálnunk, ugye a próbán jönnek általában az új ihletek, meg az új dalok, ugyanazokat a dalokat játsszuk, amiket már a közönség hallott tőlünk, talán ebben a sorrendben még nem, talán ilyen intenzitással nem, mert hogy a hazai pálya az mindig egyfajta különleges hangulatot nekünk is, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan eljönnek, már most itt a beállás alatt láttam, hogy már annak örültek, ahogy behangoltuk a dobot, úgyhogy jó buli lesz, már nagyon várom. Az együttes sikeres nyarat tudhat maga mögött. Mindig volt alkalom és idő egy-egy jó bulira. Érdekesen alakult az idei nyár, mert azt gondoltuk, hogy a rengeteg elfoglaltságunk mellett nagyon kevés idő marad a zenekarra. És aztán úgy alakult, hogy próbálni nem sokat tudtunk, kevesebbet, mint amennyit mi szerettünk volna, vagy amennyit szoktunk, viszont koncertből nagyon sok volt. Hála Istennek, sőt, hát tulajdonképpen még mindig tart a nyári időszak ezzel a mai autómentes bulival, tehát mi ezt még a nyári időszakhoz számítjuk, és tulajdonképpen ezt a nyári időszakot majd október 1-én fogjuk lezárni, amikor a Noéban fogunk játszani az Állatok Világnapján. Egy-egy olyan koncertot, hogyha elmesélnél, ami olyan különösen jól sikerült és emlékezetes élmény maradt? Nagyon sok helyen jártunk, és mindegyik emlékezetes. Voltunk a Kétpói Betyár Fesztiválon, ahol tűző napsütésben, a délutáni időpontban, amikor azt gondolnád, hogy nincs ember, aki kimerészkedik a légkondicionált helyiségekből vagy a strandról, és félmeztelenre metkőzött férfiak, sajnos csak férfiak előtt oltári nagy koncertet, jó hangulatú koncertet adtunk, de ugyanilyen jó volt a gazdagréti bulink, amikor a szomszédok 30 éves évfordulóján vagy 30. születésnapján játszottunk, bár ott én iszonyatos betegen álltam a színpadra, és azt hittem, hogy egy hang nem fog kijönni a torkomon, a közönség kárpótolt, és az ő hangulatuk, az ő lendületük átvitt minden bajon, és nagyon jól sikerült koncert volt végül. Említetted, hogy a koncert vagy a próbákat nem mindig egyszerű összehozni, de ha összejön, akkor milyen a hangulat? A próbákon mindig, tehát azt mi nagyon komolyan vesszük. Mert hogy ha a próbán nem teljesítesz, ha a próbán elhülyéskeded, ha a próbán csak lazázol, akkor nem fogsz tudni a színpadon maradandót alkotni, már pedig nekünk ez a célunk. Úgyhogy ezt tényleg komolyan vesszük, amennyi időnk van rá, tehát elég szűk a keresztmetszet, de ettől függetlenül azt a kevés időt, amit próbával töltünk, azt tényleg véresen komolyan és csak a zenével. De hál' Istennek azért annyi időnk van egymásra, hogy azért beszélgetni is tudunk. Amikor a próbateremben vagyunk, akkor mondom, szigorúan munka van, és aztán van olyan, hogy valamelyikünknek a kertjében összeülünk, és akkor sütögetünk, és megbeszéljük az élet, meg a zenekar fontos dolgait. És akkor esetleg ez ad egy újabb lendületet, mindig is motivációt, ez a közös baráti hangulat? A motiváció az mindig megvan, mert az bőven elég, hogy mi szeretünk zenélni. Most már eljutottunk arra szintre, hogy van állandó közönségünk, kíváncsiak ránk, egyre többen lájkolnak minket a Facebookon, kíváncsiak ott is, hogy éppen mi történik velünk, tehát egyfajta felelősség is, de ahogy mondtad, ez motiváció is, és igazából a zene szeretete az mindent felülír. Tehát nekünk nem kell más motiváció. Szeretjük a zenét, szeretünk színpadon állni. Ha van közönség, ha nincs, de hál' Istennek inkább van. Van-e esetleg valamilyen közvetlen kapcsolat a közönséggel? Tulajdonképpen itt igen, mert hogy azt látom, hogy gyermekeim, osztálytársai, illetőleg azoknak a szülei, barátaink, szomszédaink, tehát itt
szinte mindenkit ismerünk, de hál' Istennek azt is látjuk, tapasztaljuk, pont a Facebook oldalunkon keresztül a rajongók kérdezgettek minket, a távolabbról érkezők, hogy autómentes napon egyáltalán hogy tudnak ide megérkezni, hol tudnak megállni, úgyhogy vannak olyan rajongók, akik nem a kerületben élnek, és rengeteg barát, ismerős, szomszéd, ahogy azt már mondtam. És a kerületi közönség hol találkozhat veletek legközelebb? Legközelebb itt a kerületben, a Noé-ban, október 1-én az Állatok Világnapján adunk egy koncertet, és készülünk már most a januári utószilveszteri bulira, amit jól megszokott már a közönség is, mi is nagyon várjuk, de egyelőre a dátumot még nem tudok, ez általában január 2. vagy 3. péntekén szokott megtörténni, én inkább a 2. szavazok. A Még egy kör többször volt már előzenekara a rendezvény záró fellépőinek, a Bikini együttesnek. A tagok szakmai mellett szinte baráti viszonyt ápolnak. A polgármester urat, Rizz Leventét nagyon régóta ismerjük. Annak idején, amikor megválasztották polgármesternek, előtte a kampányában már zenéltünk, és ő is zenélt velünk többször, már fellépett, közös koncertjeink voltak. Úgyhogy nagyon jó zenésznek tartjuk. Én azt hiszem, hogy nagyon jó polgármester is, mert mindig újra válasszák, úgyhogy nagyon örülünk ennek a kapcsolatnak. Hogyan szoktak egy-egy koncert előtt ráhangolódni a fellépésre? Hát a zenekarból van, aki egy korsó hidegsörrel, én egy forró tejával hangolódtam. Aztán majd mindjárt kicsit meditálok, kicsit megpróbálok. Ilyenkor úgy átgondolom magamban az egész koncertet, hogy mi lesz, hogy lesz minden, és akkor reméljük, hogy úgy is lesz. Nincs rákészülés, szerintem mindig a közönség határozza meg, és például, hogy mondjak egy példát, valamelyik koncerten a határon túl most játszottunk, nagyon sokan voltak, és kértem, hogy kapcsolják be a mobiltelefonjukat az összetartozás szimbólumaként, és a 10 000 mobiltelefon bekapcsolva a zseblámpával világított fel, mint a Szent János bogarak. Szóval elképesztő, de máshol is eljátszottam ezt például a Budapest Parkban, ott is rengeteg mobil villant föl. Hát nem tudom, ma lesz-e kedvem hozzá, ez mindig kedvkérdés, hogyha az embernek tényleg olyan hangulata, akkor a végén megdobja, és hát nagyszerű a közönség nagyon nagy, komolyan. Hát engem egyébként az lep meg, hogy tényleg 35 éves a zenekar, és hát sokkal többen vannak, mint az indulásnál 8 ember volt kíváncsi a Bikinire. A Feró félére nem, a Feró félére a Csanyik völgybe kezdtük, ott egyből volt 5 000 ember, de amikor a Lajossal összeugrottunk és elkezdtünk csinálni ezt a fajta Bikinit, akkor 8 ember volt kíváncsi a Lágymenyesi Közösségi Házba, azok is tévémeccset nézni jöttek és ültek a tévébe, föl se jöttek, tehát üres füleknek játszottunk, és abból lett aztán ez a több 10 000 000 egy több milliós lemez eladás, úgyhogy valami áldás csak van ezen a zenekaron. Adja mindig az energiát és a lendületet egy-egy fellépéshez. Az energiát? Hát én szerintem az embernek két dolog tud energiát adni, a testnek, a fizikumnak az a sport, a léleknek pedig a zene. És én sportolok és zenélek is, úgyhogy ez a két dolog nagyon fontos az életemben. A közönség igénye adja az eszenciáját, hogyha nincs rá igény, nincs zenekar, ha van igény, van zenekar. Ez az egyik felhajtó erő, a másik pedig az alkotási vágy szerintem. Az, hogy az emberek mindig van gondolata, új gondolatai, szeretné elmondani, és erre vannak fülek, vannak szemek.
A megalapításának 35. évfordulóját ünneplő zenekar az esős időjárás ellenére hatalmas tömeg előtt játszhatta slágereit a Rákosmenti színpadon. Hogyan ünnepelte maga ezt az együttes ezt az évfordulót? Nem ünnepeltük meg, még nem ünnepeltük meg, és szerintem minden alkalom egy-egy ünnep ebben az évfordulóban, a 35. évi koncertturnéban, és valószínűleg a mai nap lesz a koronája ennek, legalábbis eddig az volt a gyakorlat, hogy itt Rákosmenten, amikor játszottunk, 10 000-ek énekeltek velünk a dalokat. Ha ez ma is így történik, akkor kikiáltjuk ezt a 35 éves születésnapi bulinak, anélkül, hogy előre beharangoztuk volna. Tulajdonképpen április vége óta tart a nyári turné, egészen október 7-éig fog tartani, és közben már megcéloztuk, hogy hol lesz a 35. évforduló. Tulajdonképpen át fog nyúlni a 36. évre, és valamikor februárban lesz. Milyen érzés az, hogy tényleg generációk buliznak az önök dalaira, és még mindig időtállók slágereik vannak? Ez nagyon kedves, és köszönöm szépen. Nekem van egy 31 éves lányom, és annál sokkal fiatalabbak is járnak koncertre, és a meglepőbb dolog az, hogy 4-5 éves gyermekek a legnehezebb dalszövegeket élnek végig. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg a szülők az autóba hallgatják, és a gyermek arra alszik, arra ébred a kocsiba, arra utazik, és tényleg kicsi gyermekek az első sorban az anyuk nyakába, a világ végén, meg a mit tudom én, a legsúlyosabb dalokat éneklik. És mit gondol, mi ennek a sikernek a titka? Nincs titok. Ebben is titok. Ha valakinek van kapcsolata, szakrális kapcsolata, akkor el kell fogadnunk, hogy nem is mit csináljuk, hanem valaki lyukat üzennek rajtunk keresztül, és mi jó médiumok vagyunk. Én így gondolom ezt az egész bikini sikert. A sikert azt én nem tudom megfogalmazni jobban, mint Paul McCartney. Idézem, mint klasszikust. Paul McCartney azt mondta, hogy ha a megfelelő zenét a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő közönségnek játsszák el, az a siker. Salamon György 17. kerületi festőművész Magyarország keleti régióiban tett expedíciójának eredményeit láthatták az érdeklődők a Rákos Csabai Közösségi Ház 2 termében szeptember 22-ig. A tárlaton 46 festmény mentén ismerhették meg a látogatók az Alföldi és Dunatisza közi területeket, az ott élő emberek világát és annak festői szépségét. Salamon György festőművész a Dunától keletre című tárlata várja az érdeklődőket a Rákos Csabai Közösségi Házban. A kiállítás szeptember 8-án nyitotta meg kapuit Ilosvai Krisztián képzőművész méltató szavaival, aki beszédében többek között barátja tehetségét, képeinek egységes stílusát emelte ki. Ma nagyon sok festő nem azt festi, amit akar, hanem azt, amit tud. Az a művész tud kiteljesedni, akinek gondolatai, technikai és tudásbeli akadályok nélkül tudnak leképeződni, és nem korlátozzák saját hiányosságai. Salamon György ilyen művész, mindent tud a szakmáról, így alakulhatott ki ez az egységes stílus, amit itt a falakon látunk. Míg a gyengébek naponta más trendeknek hódolnak, Gyuri megteheti, hogy csak saját belső parancsainak engedelmeskedjen. Technikai tudása, rajzkészsége olyan szinten van, ami soha nem jelent számára akadályt. Műtermében járva láthatunk általa festett reneszánsz, barokk és rokokó képeket is. Minden stílus belülről ismer, beleérző, beleélő képessége határtalan. Belső világképe és szociálisan érzékeny empátiája tükörképeit jeleníti meg tájképeivel, ahol rendszerint jelen van mindig valamiféle düledező, szegényes, még lakott,
vagy üresen álló ház, és az enyészet szagát árasztó csendben múló idő. Úgy érzem, hogy Salamon György festőművész munkássága keresztény és szociálisan érzékeny művészet, expresszív és a pillanatot megörökítő dokumentarista jelleggel is bír, mert ezek az épületek már eltűntek, vagy hamarosan az időközébe vesznek, s hangulatuk, sikolyuk csak ezeken a képeken maradnak fenn, torzójuk, mementó az utókornak. Gyuri, ha zeneszerző lenne, méhegedűre, csellóra és nagybőgőre hangszerelné műveit, de felcsillanna a fuvola is időnként, mint mélytónusú képein a fény a roskadozó házak homlokzatain, melyek reflexei lírai hatással omlanak szét az udvar elhanyagolt dudváján. A megnyitó résztvevők megtekinthettek egy rövid fotókból összeállított videót is, amely Salamon György alkotó munkáját mutatta be barátai művésztársai fényképei mentén. A Dunától keletre című tárlaton a festőművész 46 darab munkáját tekinthetik meg a látogatók, melynek központi témája az Alföldi és Dunatisza közi régiók látványa, festői érdekességei, izgalmai. Salamon György az expedíció során olyan dolgokkal szembesült és találkozott, ami egy egészen új világba vezette őt. Az volt a célja, hogy picit megismerjem azt a egyébként elég ismeretlen hazai tájat, amely voltak éppen a sztyeppének a vége, tehát az eurázsiai sztyeppének a vége, az Alföld és a Dunatisza közi kicsit ilyen senkiföldje jellegű elhagyatott vidék, ami azért történelmi és emberi tragédiákat vagy történéseket hordoz, és ez meglátszik a tájon is, tehát karakterében és hangulatában is egy eléggé drámai és titokzatos része az országnak. Engem elsősorban a festői indítások érdekelnek, tehát amikor valaminek látom a festői érdekességét, izgalmát, akkor elsősorban azt aknázom ki. Tehát én festő vagyok, nem szociográfus és nem történész, de rányomja a bélyegét ezekre a képekre az a mögöttes háttér, amit a táj hordoz magában. Nekem egy élmény volt, hogy pásztorokkal, tanyasi emberekkel beszélhettem, és megismerhettem az életükből egy kis szeletet vagy szegmenset. És hát úgy látszik, hogy meg kell találni velük a hangot, mert ha megtalálja az ember azt a hangot, azt a közvetlen az ő érzésvilágukba bele helyezkedő hangvételt, akkor megnyílnak, tehát akkor elhessentik maguktól azt a alapvető bizonytalanságot és bizalmatlanságot, ami jellemzi őket, és akkor egészen fantasztikus dolgokat tud meg az ember az ottani életükről és az egész a táj és az ember kapcsolatrendszeréről. A felfedező út azonban még nem ért véget. Salamon György folytatja a képalkotást ezeken a helyeken, immár az ősz és a tél színeiben, hiszen számára az Alföld kimeríthetetlen ebből a szempontból. Lendületet alkotó munkájához a benne lévő feszültség ad, és amikor a művész hangulata találkozik a táj érzelmi töltésével, akkor születik meg egy új festmény. Salamon György képeit vegyes technikával készíti, olajjal, akvarellel, színnel és pasztellel egyaránt dolgozik. Szeret egyszerre sok témával foglalkozni, így egymás után születnek portréi, csendéletei és tájképei. Mindig párhuzamosan érdekelnek dolgok, hol
csendéletek sorozatait festem, hol történelmi dolgokat, hol tájképeket, portrékat. Mindig változóan használom a képességeimet, hogy ne unjak rá a dolgokra. Salamon György, Magyarország keleti régióit ábrázoló tájképeinek tárlata szeptember 22-ig látogatható a Csabaház két termében. Most jöjjön e heti kvízjátékunk, amellyel értékes belépőket nyerhetnek a kerület különböző kulturális intézményeinek programjaira. Nincs más dolguk, mint helyes választ adni az aktuális adáshoz kapcsolódó kérdésünkre, elküldeni a megfejtést az info@rakosmente.tv.hu e-mail címre, a 0620 476 80-as SMS számra, vagy üzenjenek a Rákosmente TV Facebook oldalán keresztül. A szerencsés nyertest válaszüzenetben értesítjük, a névre szóló páros belépőt pedig a program előtt fél órával veheti majd át személyesen az esemény helyszínén. E heti kérdésünk pedig a következő, melyik együttes zárta az idei autómentes nap koncert sorozatát? Sok szerencsét kívánunk, várjuk játékos kedvű nézőink válaszait! Most pedig a teljesség igénye nélkül következzen kulturális programajánlunk a jövő heti események kínálatából. Idén is várja a látogatókat az őszi tárlat. A Rákosmenti Képző és Iparművészek közös kiállításán a grafika, fotó, festészet, textil, szobrászat, installáció egyaránt helyet kap. A tárlat megnyitója szeptember 29-én 18 órakor lesz a Csabaházban. Szeptember 28-án csütörtökön 18 órakor a Vigyázó Sándor Művelődési Ház stand-up comedyvel várja a humor kedvelőit. Az est folyamán Trabarna, Bruti és Polgár Peti szórakoztatja a közönséget. A Zene Világnapja tiszteletére szeptember 30-án 16 órától a Greenfields együttes várja koncertjével és táncházzal az írzenét kedvelőket. Az együttes Magyarország egyik legrégibb írzenét játszó zenekara, akik elsősorban népszerű írkocsmadalokat, népdalokat, valamint hagyományos írskót tánczenét játszanak majd a Csekovszki Árpád Művelődési Házban. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm figyelmüket, jövő hét pénteken ismét várjuk Önöket Kaleidoszkóppal, addig is minden jót kívánunk, viszontlátásra!